és hétfő van, ami kedd, és az a helyzet, hogy ez egy szuper hétvégének a hétfője. Szóval most hétvégén végre volt időnk Dórával egy randi napot tartani, ami rendkívül fontos azoknak a pároknak, akiknek van gyerekük. Igen, aki még nem próbálta, azt arra tudom biztatni, hogy próbálja ki. Szóval ilyenkor nem arról szólnak a dolgok, hogy Marci mit tört már megint szét, jaj, de jó, ezt a helyet ezt ismerem. Undergroundfear.hu. Nem tudom, hogy működik-e még egyáltalán, de itt már voltam. Szóval annak idején, amikor még a tévében dolgoztam, a DTK Show egyik műsorát azt itt vettük fel, a föld alatt ilyen pincék vannak, ahol színészek beöltöznek mindenféle horrorisztikus jelmezbe, és halálra rémítik az embert. Jaj! Váljon szét! Nem! De ide szerveztük Robinak a legény búcsúját is. Ami egészen konkrétan úgy nézett ki, hogy össze-vissza cipelték mindenfelé Budapestre, azt egyszer csak berakták a csomagtartóba, azt sem mondták meg neki, hogy hova hozzák, és aztán kirángattuk a csomagtartóból, és bedobtuk ide a pincébe. Igen, bár tegyük hozzá, hogy Robi legény búcsúja az úgy indult, hogy kidobtuk egy repülőgépből, de mindegy, az is egy jó sztori volt, de most térjünk vissza az eredeti történethez. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Szóval Dórával elmentünk egy VR szobába, ahol lövöldöztünk, és megint csak megállapítottuk, hogy a virtuális realitás az egyrészt nagyon-nagyon élményszerű, másrészt iszonyatosan veszélyes. Mert hát ez egy kicsit lesz még élethűbb, és ki a fene akar majd a valódi világban létezni, hogyha oda ment, megtehet minden. Aztán még szintén hétvégén beüzemeltem egy letrafót az elromlott helyett, és nem haltam meg, és megnéztük a Kokó című Pixar filmet, és megint megállapítottuk, hogy a Pixarnak a készítői, szóval azok szívtelen szemétládák. Close my eyes. It's 3 in the afternoon. Igen, mert úgy játszanak az érzelmeiddel, mintha valami ronybaba lennél. Megnézel egy Pixar filmet, és nem vagy ura az érzelmeidnek, a Pixar lesz az ura az érzelmeidnek. És amikor a Pixarosok úgy döntenek, akkor elkezdesz sírni. És nem úgy, hogy megjelenik egy-két könnycsepp a szemedben, hanem elkezdenek potyogni a könnyeid. Igen, megnyitok egy csapot, aztán, hogyha úgy döntenek, hogy eleget sírtál, akkor bezárják. És mindenki más miatt sír ezen a filmen. A fiatalok mondjuk a meg nem értettség érzése miatt, a kicsit nagyobbak esetleg azért, mert felismerik a saját nagyszüleiket ebben a filmben, és a valamivel nagyobbak azok, akiknek meg gyerekük van, azok meg azért, mert rájönnek arra, hogy egy nap a gyerekeik is majd megöregszerek, és az ú. Na de a felvezető után kezdjünk bele a múlt héten elmaradt kundába, mert hogy a csütörtöki adásban annyi minden volt, meg annyi felé rohangáltunk, meg annyira szétcsúszott az egész, hiszen kábeleket kellett beszerezni, meg hasonlókat, szóval a kunda az átcsúszott most hétfőre, és válaszolok néhány kérdésre. Cissívia kérdezi, hogy ha hívnának szerepelni a tévében, vállalnám-e? Nem. Rendszeresen hívnak szerepelni a tévében. Múlt héten is hívtak szerepelni a tévében, egy elég csábító ajánlatot kaptam, de semmi sem annyira csábító, mint vlogot készíteni nektek. És ha bekerülnék a tévébe, akkor ezt az egészet félbe kéne szakítanom, és az semmi esetre sem. Sajmos Mátyás kérdezi, hogy hogyan csinálom egy timelapse-nél, hogy lassan mozog a kép balra, vagy éppen jobbra. Hát erre két módszer is van. Van az Osmo Mobile, ami timelapse-ezés közben elforgatja a kamerát, és van az, hogy 4K-ba felveszed az anyagot, és utána belenagyítasz, és a nagyítást mozgatod képen belül. Koza már kérdezi, hogy összességében mennyi pénzt költöttem a videoblogok és a TV műsorok gyártására, hogyha összeszámolnám, csak körülbelüli mennyiségben. Annál is többet. És ez pont azért nem számolom össze, mert az embernek csak felrobbanna az agya, de az az igazság, hogy ez része a projektnek. Nem szükséges része, mert amikor például elkezdtem a vlogot, azt még ugyanazzal a kamerával csináltam, amivel konkrétan a Discovery-re is forgattam, és az nem egy olcsó kamera, de gyakorlatilag az egész technológia olyan 250 000 forintból megvolt. Egy megfelelő minőségű kamerám volt és egy megfelelő minőségű puska mikrofonom, de az az igazság, hogy ennél olcsóbb technológiával is neki lehet állni a vlogolásnak. Ez a jó a YouTube-ba, hogyha van 50-100 000 forintnyi technológiád, galambok. Szóval nincsen meg egy hollywoodi stábnak a felszerelése, de megvan a kellő lelkesedésed, a képességed és az akaratod, akkor már tudsz jó tartalmat gyártani. Viszont ha mindez összeáll és az emberben van egy belső igényesség, akkor elkezdi fejleszteni a technológiáját, hogy legyen valamiféle előrelépés. És ez nyilvánvalóan több millió forintot jelent a vlog indulása óta is már. Igen, néhány millió forintot. A szponzorációs pénzek jelentős részét azt visszaforgatom a technológiába, azért, hogy jobb adásokat tudjak készíteni nektek. De ez persze nem csak rólatok szól, hanem magamról is. Ha nem látom a fejlődés lehetőségét, és nem látom azt, hogy napról napra jobb adást lehet csinálni, akkor valahogy elmegy a kedvem az egésztől. És a jobb technológiák azok nagyobb játék lehetőséget biztosítanak, és az a helyzet, hogy most újabb taggal bővül majd a. Hát a házi kincstár, vagy hogy nevezzem ezt. Igen, hozunk két újabb objektívet, amiből majd az egyiket fogom használni, de elkezdem mind a kettőt teszteni, és kiderítem, hogy melyik a megfelelőbb az ördögi céljainkhoz. Ugyanis az a 12-100-as lencse, amit most is használok, őrült jó szabadtéren, akkor, amikor szépen süt a nap. Mert ilyenkor kellően szép a rajzolata,
és az is nagyon-nagyon tetszik, hogy őrült jó bele lehet zoomolni akármibe. Nem láttok semmit, mert homályos, de jó bele lehet zoomolni akármibe. Viszont az a helyzet, hogy a képessége miatt beltérben kevés fény mellett egyszerűen olyan elmosott a kép, nem eléggé éles. És ez persze ellensúlyozná az új 50-es lencse, amit használok már egy ideje, de annak meg olyan a képkivágása, hogyha így beszélek bele, akkor gyakorlatilag még akkor is, hogyha teljesen eltartom magamtól, nagyjából ennyit lehet látni belőlem. És ez nem annyira jó utcán sem, meg otthon sem annyira jó. Úgyhogy most elhozok egy olyan lencsét, ami elvileg otthoni felhasználásra is jó, amiben kellően nagy a képkivágás, viszont kellően szép a rajzolat a kevés fény mellett is, és ezt ki fogjuk próbálni. Meg is van. Próbáljuk ki! Természetesen otthon, mert az utcán egyáltalán nem is semmilyen különbség, de mielőtt még hazaérnénk, és mielőtt otthon folytatnánk a kundát már megfelelő objektívvel, ugorjunk el valahova, mert Marcinak megígértem, hogy elugrok valahova, és onnan elhozok valamit. Kicsit talányos, mi? Mindjárt megmutatom. Szóval ez itt egy bakelit lemezjátszó. Megütött a tető! Egy bakelit lemezjátszó, ami már semennyire sem működik, mert hogy a tű az elromlott benne, vagyis nem is az, hogy elromlott, hanem egyszerűen nincsen benne tű. Megzabálta az idő vasfoga. Viszont körülbelül egy héttel ezelőtt elmentünk Marcival egy hanglemezboltba, és megrendeltük a tűt, ami elvileg mára megjött, úgyhogy elhozom, hogy Marci meg tudja hallgatni az én gyerekkori robotos hanglemezeimet. Érdekes kísérlet ez, hogy mennyit fog évezni az egészből lévén, hogy ez egy meglehetősen elavult technológia. És az, hogy én 30 éve ezelőtt éveztem a hanglemezeket, az nem jelenti azt, hogy egy mai 2018-as kisfiúnak bármiféle élvezeti érték lesz ebben, de kipróbáljuk, úgyhogy ez egy ilyen korokon átívelő kísérlet. De addig is, ameddig megyünk, válaszoljunk további kunda kérdésekre és hasznosítsuk az időt. Szóval Hadnagy Sándor azt kérdezi, hogy mi a véleményem az iPhone 10-nek a sikertelenségéről, és miért áll el a közvélemény az Apple mellől? Kicsit messze vezet ez a kérdés. Mármint, hogy valójában olyannyira messze, hogy ennek egy külön adást fogok szerintem szentelni a héten, hónap vagy valamikor, hogy én miért állok el az Apple mellől. De minden esetre az iPhone 10-es semmiképpen sem mondanám sikertelen terméknek, hiszen az elmúlt negyed év volt a legjobb a vállalat történetében. Tim Cook egy olyan fickó, akinek azt számít, hogy nyereséges legyen a vállalat, egyebek között ezért is választotta ki Steve Jobs őt erre a szerepre, és ennek a szerepnek teljes mértékben megfelel, még hogyha ez minket kevésbé is lelkesít. Kovács Jenő pedig azt kérdezi, hogy lesz-e még valaha extraktor vagy attraktor, és hogyha lesz, akkor tévében, ne vagy YouTube-on. Nagyon-nagyon összetett, szóval, hogy az biztos, hogy tévében nem lesz. Erről szerintem korábban már beszéltem, de az igazság, hogy annyi szívásra jár egy tévéműsornak a gyártása, és ebből a szívásból olyan kevés látszik a végeredményen, hogy egyszerűen nem éri meg. Viszont egy webes sorozatról még lehet szó. Akarjátok, hogy legyen extraktor a webben? Egyébként az a helyzet, hogy Dáviddal már egészen sokat beszélgettünk erről a kérdésről, és mind a ketten arra jutottunk, hogy nagyon-nagyon szeretnénk folytatni, csak egyszerűen a tematikát kéne megtalálni. Vagyis hát a tematika az tulajdonképpen meg is van, nagyon nagy gépek, de hogyha bárkinek van bármilyen ötlete, hogy milyen bazi nagy gép van itt a környéken, amit érdemes lenne bemutatni, vagy nem is feltétlenül bazi nagy, de kellően macsós, ha semmiféleképpen se tartsa magában, hanem írja le kommentben, és át fogjuk gondolni. Na de közben meg úgy nézem, hogy lassan meg is érkezünk a hanglemezről. Tehetünk. Szóval, ahogy rárakod a tűt a lemezre, és az elkezd sercegni, és megszólalnak a hangok annak van valami szépsége. És ezt a szépséget mindenféleképpen meg akarom mutatni Marcinak meg Annának, hogyha már egyszer van egy ilyen 15-20 hanglemezem, és azt is meg akarom mutatni, hogy milyen az, amikor az ember nem látja az eseményeket, hanem el kell képzelnie, mert azt gondolom, hogy a fantázia fejlesztése az nagyon-nagyon fontos, és a hanglemezek azok tudnak ebben segíteni. És a lemezjátszót azt meg azért kell hoznom, hogy kipróbáljuk, hogy működik-e a cucc egyáltalán már, mint hogy a lemezjátszó, hiába van benne új tű, hogyha maga az eszköz már nem jó. Megjöttünk. Jó napot kívánok! Tűt nézzünk bele, vagy komplet hangszedőt próbáljuk bele varázsolni? Hát nem tudom, igazából egy tűt rendeltünk, de mit tudom én, hogy melyikkel. Na mi van, kutyus, te itt vigyázol a rendre? Itt aztán nem mer senki se betörni, hogyha egy ilyen véreb áll az ajtóban. Köszönöm. Sziasztok. Na hát ez nem biztos, hogy egy hosszú távú megoldás. Az is lehet, hogy körülbelül 5 lemez lejátszás után már nem fog működni a cucc. De ez az 5 lejátszás, ez bőven elég ahhoz, hogy kiderüljön, hogy Marcit meg Annát érdekli az ilyesmi. Érdemes a komolyabb beruházásokat eszközölni, vagy nagyjából ennyi volt a történet. Visszaszámlálás indul. Na és mivel Marci még alszik, először próbáljuk ki az új objektíveket. És
itt is van a motyó, ebben van a két objektív, mert hogy ezek olyan pici objektívek, hogy beleférnek egy ilyen aprócska kis motyóba is. Igen, még akár ketten is, és ez a kétfajta objektív nagyjából ugyanarra jó, és csak egy kicsit különböznek a képességeik. És most akkora fénnyel világítom meg az arcomat, hogy nem biztos, hogy ki fog jönni a különbség, de azért talán látni fogunk valamit. Szóval ez itt egy 12 mm-es objektív, kettes fényerővel, ami azt jelenti, hogy elég jó a képkivágás, szóval, hogyha ilyen távolságra van tőlem a kamera, akkor sok minden látszik körülöttem, és nem tölti be az arcom az egész képet. És a fényerő is sokkal-sokkal jobb, mint a mostani objektívnél, de itt van ez a másik, aminél még sokkal durvábbak a számok. Vagyis hát itt már 1.8-as fényértékről és 17 mm-ről beszélünk. Ez azt jelenti, hogy egy picit kisebb a kép kivágás, mint a közelebb lennék a kamerához, de még jobb minőségű a kép. Úgyhogy próbáljuk ki őket. És hogy lehetne kipróbálni másképp, mint úgy, hogy megcserélem az objektívet. Szóval most nézitek azt az objektívet, amit egész eddig használtam, a 12-100-ast, kezdjük a másik 12-essel. És nézzétek meg, hogy változik-e a képminőség. Most! Az igazság, hogy nekem nagyon-nagyon fura, hogy egy ilyen icipicike lencsét nézek, de hogyha minden igaz, ti két különbséget is észrevettek. Egyrészt, hogy a háttér az sokkal jobban el van mosva, amitől olyan menőn néz ki az egész. Másrészt meg, hogyha minden igaz, akkor sokkal jobban látszik az arcom már, mint sokkal jobb felbontású, sokkal kevésbé van elmosva az egész, és emiatt sokkal jobban látszanak a ráncok, meg a szarkalábak, meg a táskák a szemek alatt, meg az összes többi. Várjál, melyiket raktam fel? Ez a 17-es. Oké, szóval most az a lencse van fent, aminek a legjobb a fényértéke, viszont egy kicsit közelebb kerültem hozzá, mint ahogy eddig voltam igazából, ez a 12-es. Szóval próbáljuk ki a 12-est is! És ha jól megfigyelitek, akkor most már sokkal nagyobb a kép kivágás körülöttem, viszont egy icipicit talán zajosabb a kép, nem számottevően, de hát ez majd a következő időszakban kiderül. Én minden esetre arra kérlek titeket, hogyha van bármilyen benyomásotok ezzel kapcsolatban, akkor azt írjátok le odalent kommentben, hiszen tulajdonképpen ez a csatorna ez mindannyiunkért van, és mindannyian közösen alakítjuk, és tökre érdekel, hogy nektek melyik tetszik jobban. A 17-es, amit az előbb néztünk, vagy a 12-es, amit most próbálgatunk. És nincsen más hátra, mint az, hogy összeszereljem a lemezjátszót, és megmutassam Marcinak, mindjárt mutatom, hogy mit mutatok meg. Szóval a Zizi Bolygó titka című lemezt, ami... Hát ez gyerekkorom egyik meghatározó élménye volt, amennyire emlékszem rá ilyen 4-5 éves koromból, szóval akkor össze-vissza fostam magam tőle. Mert egy ilyen nagyon izgalmas, misztikus történet egy robottal, aki diszonáns, mert valami problémája van, és valószínűleg nem akarja kiirtani az embereket, akik a bolygóra érkeznek, de valamiféle bajt kever, azt tuti. Mindenesetre Marci mellett végig ott leszek, ameddig hallgatja, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit szól majd ez a hanglemez izéhez. Szereljünk! Salted tears. It's 3 in the afternoon. Éreztem, hogy ezt nem sok minden tartja itt, de erre azért nem számítottam. Hát ez csak a Szentlélek tartja itt. Úgyhogy igyekszem többször nem meglökni. Hívhatjuk Marcikát! Készen állsz arra, hogy meghallgassuk a robotos lemezt? Akarod meghallgatni? Milyen robot van benne? Gonosz! Vége. Hogy tetszett? Megint akarom. Megint meg akarod hallgatni? Hát akkor hallgassuk meg megint. Na, Marcinak tetszett, határozottan tetszett a lemez, és tök érdekes volt ilyen 30 év távlatából újra meghallgatni, és rájönni arra, hogy ennek ilyen nagyon erős környezetvédelmi és pacifista üzenete is van. Mi most Marcit itt hagyjuk Dórával, aki ezt meghallgatja még egyszer, és elmegyünk még egy közönség találkozóra, és azzal zárjuk a napot. Gyertek! Viszlát! Megjöttünk. Hello, köszi. Szia! Mire jöttünk? Egy a Business Women's Networkre jöttél, és most te fogsz előadást tartani nekünk a YouTube-ságról. Előadás vagy beszélgetés lesz? Beszélgetés. Jó, oké, mert előadást nem készítesz, szuper, oké. Igen, a férfiak előtt nem nyitottuk meg, bár az összes barátunk és férjünk el akart volna jönni, úgyhogy... Még izgalmasabb. Sziasztok, elnézést a késésre. Hello. Na, a mai adás az nagyjából ennyi. Holnap találkozunk. Sziasztok!